Ezüstözött pesgős poharak és nyakfűtés, Rákai Filip autóját mossa. Az egykori tévés műsorvezetőből pár év alatt fideszes megmondó emberré vált Rákai Filipet három éve fotóztuk le egy Mercedes-Benz G500-as terepjáróban, aminek a lista ára akkor 48 millió forint volt. Most olvasón kapta lencse végre Rákait, aki egy Mercedes Maybachot tisztogatott elszántan egy autómosóban. Az autó rendszáma alapján lekértük a járműszolgáltatási platformról az autó adatlapját, amely szerint egy 680-as típusú Mercedes Maybachról van szó, amit 2022. decemberében helyeztek forgalomba Magyarországon. A 680-as verzió alapára 95 millió forint. Ehhez hozzájön a spéci, obszidián fekete, kalahári arany, két fényezés, közel 8 milliós felára, és a többi extra. Az autó alvászáma alapján működő egyik kereső oldal szerint ugyanis a rákai féle kocsi rengeteg kényelmi funkciót tud. Van benne például automata napfénytető, összecsukhatók az első ülések fejtámlái, az utastér két ablakán pedig napfényvédő roló szolgálja a komfortérzetet. Az autó exkluzív nappabőr kárpitozással rendelkezik, Machiato bézs, bronz gyöngy színben. Az adatlapja szerint az autóhoz fehér, rózgold színű kulcsok vannak, a Mercedes honlapja szerint ezek ugyan nem felárasak, a többi extra funkció viszont igen. A májpákban például nem csak az első, hanem a hátsó ülések nyakrésze is pluszban fűthető, sőt, utóbbiak még az utas vádliát is tudják masszírozni igény esetén. A hátsó ülések nyakfűtéses lábmasszírozós extrái 842 ezer forinttal drágítják az alapárat az üléskomfort csomag hátul részeként. Az autó adatlapja szerint az autóban csak négy ülés van, vagyis hátul nem három embernek kell nyomorognia, hanem két fő terpeszkedhet kényelmesen. Ez pedig a Mercedes honlapja szerint a First Class hátsó ülések nevű csomagnak köszönhető, ami bő két millióval drágítja a 95 milliós alapárat. Ha viszont kiválasztjuk ezt a csomagot, akkor megjelenik egy tájékoztatás, miszerint ez csak a Premium Plus csomaggal együtt elérhető, az pedig további 2,4 millióba kerül. Az pedig még olyan extrákat is tartalmaz többek között, mint a Maybach feliratú megvilágított küszöblécek előlés és hátul, exkluzív díszítő elemek, krómozott kilincs és raktér perem, valamint hosszú szálú láptérszőnyeg. A jó hír az, hogy a Premium Plus csomagban már benne van az amúgy 287 ezer forintba kerülő hőkomfort csomag is, ami lehetővé teszi, hogy fűteni lehessen a kormánykerék karimáját és az első és hátsó kartámaszt is. A Maybach utas terében továbbá van egy hűtő is, ami plusz 569 ezer forintba kerül, ezen kívül az autó rendelkezik pesgős pohár tartóval és hozzá tartozó két pohárral is. Egy német autós honlap szerint a hátsó ülések között lévő konzolba illeszthető, emblémázott, ezüstözött Maybach pesgős poharak darabja kb. 328 ezer forint, a tartójuk pedig közel 76 ezer forint. A drága extráktól idegenkedők számára megnyugtatásul szolgálhat, hogy az úgynevezett sofőrcsomag már benne van az autó alapárában. Ennek része a szokásosnál sokkal előrébb állítható, lehajtható fejtámlás anyósülés, ami a mögötte helyet foglaló utas kényelmét szolgálja, így az ezen az oldalon helyet foglaló hátsó utas jobban kiláthat. Lábát pedig megpihentetheti az első utasülés mögötti kihajtható lábtámaszon. Rákai Filip igazán illusztis társaságba került ennek az autónak a beszerzésével. Ilyen luxusautót használ például Alisa Kéz énekesnő és Kim Kardashian is, a Google szerint pedig Mercedes Maybach van, vagy legalábbis volt, Kim Jong-un észak-koreai diktátor, valamint Vladimir Putin orosz elnök birtokában is.